Köszöntelek benneteket az Országos Meteorológiai Szolgálat alapításának 150. évfordulóján. Előző kis videónkban már tehettetek egy kis rövid időutazást, és megnézhettétek, hogy milyen az időjárás most jelenleg országunk felett, azonban a következő pár percben az is kiderül, hogy milyen idő vár ránk a következő napokban. No de, a mai napon nem csak az Országos Meteorológiai Szolgálatot ünnepeljük, hanem egyúttal az édesanyákat is, és munkatársaim és saját magam nevében szeretnénk ezúton is boldog anyák napját kívánni az édesanyáknak. Saját édesanyámat is szeretném innen köszönteni, boldog anyák napját kívánok neki ezúton is. A következő napokban azonban mozgalmas időnek nézünk elében. A hét első napjaiban, tehát változékony időjárásban lesz részünk, kedden már is egy hidegfront közelít hazánk felé, ami lehűlést és csapadékot is hoz magával. Szerdán lehet majd a leghidegebb a hét folyamán, ekkor gyenge talajmenti fagyra is számítani lehet majd. A hét közepétől azonban fokozatos melegedésben lesz majd részünk, de erre majd a későbbiek során visszatérünk. Addig is nézzük meg, hogy a légkör magasabb szintjein mi is a helyzet. Láthatjuk, hogy hazánk területét jelenleg is hűvös levegő tölti ki, azonban az északias, északnyugatias áramlásnak köszönhetően a következő napokban ettől még hűvösebb levegő éri el a Kárpát-medence térségét, és tölti majd ki hazánkat. Ráadásul ugye ezt a hideg levegőt majd még egy hideg front fogja még jobban ránk hozni, és egyúttal változékonyabbá tenni ezáltal majd a hazánk időjárását. Tőlünk azonban délnyugatabbra látható, hogy jóval melegebb időben van része az ott lakóknak, hiszen ott egy ciklon előoldalán délnyugatias áramlással, meg épp hogy melegebb levegő áramlik az ott lakók számára. De térjünk is vissza hazánk területére, az előttünk álló éjszaka csökkenni fog a felhőzet, és leginkább majd csak a keleti, illetve északkeleti tájakon lehet még majd egy-két felhősebb táj, azonban csapadékra sehol sem kell majd számítani az éjszakai órák során. Most még napközben jellemző volt az, hogy az északnyugati szélből erős rökéseket is tapasztalhattunk, azonban az éjszakai órákban ezek már jellemzően mérséklődni fognak, és már inkább csak mérsékelt, illetve élénk széllökésekben lehet majd részünk, de inkább azért már a gyengülés felé tart az irány. A hőmérséklet a leghűvösebb óráinkban 2 és 10 fok között alakul, 2 fokra inkább itt az északi, észak-keleti tájainkon számíthatunk, leginkább az északi középhegység völgyeiben. A holnapi napon még gomoly felhős napos időben lesz részünk, azért láthatjuk, hogy a gomoly felhő képződés intenzív lehet, de leginkább az északi, illetve északkeleti tájakon tapasztalhatunk majd több gomoly felhőt. Leginkább Szabolcs megyében lehet majd kevesebb a napos órák száma, hiszen ott egy picit tartósabb is lehet majd a felhőzet, és ebből a felhőzetből egyébként ott majd csapadékra is lehet készülni gyenge eső formájában. Holnap a legmelegebb órákban már 22, illetve 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, és a legmelegebb az észak-alföldi tájainkon várható. Az észak-nyugati szél pedig holnap is megerősödik majd, leginkább az észak-keleti tájakon számíthatunk egy-egy erősebb lökésre, illetve az észak-alföldi területeken. Aztán a következő napokban, mint ahogy már említettem, kedden egy hidegfront éri el hazánkat, ez látszik is a piktogramok alapján, hiszen jóval felhősebb időben lesz részünk, ez már most körvonalazódik, de ezekből a felhőkből csapadékra is kell majd számítani, zápor, illetve zivatarok kialakulására kell majd számítani, főként a nap első felében lehet majd a legtöbb csapadékra készülni. A hőmérséklet ezen a napon még 17 fokig emelkedik, azonban szerdán már láthatjuk, hogy a hidegfront átvonulását követően jóval hűvösebb időben lesz részünk, és ezen a napon már lesznek olyan területek, ahol csupán 10-12 fokig emelkedik majd a hőmérséklet a legmelegebb órákban, azonban nyugaton még lesznek olyan helyek, ahol 17 fokig emelkedik a hőmérséklet majd. Azt is észrevehetjük, hogy a hajnali órákban mind a szerdai, illetve a csütörtöki napokon, tehát pont így a hidegfront közelettével már gyenge talajmenti fagyokra is lehet számítani, és szerdán és csütörtökön is lesznek olyan települések, ahol fagypont alatt -1, illetve esetleg -2 fokig is süllyedhet majd a hőmérséklet a leghűvösebb óráinkban. Csütörtökön azonban már melegedés kezdődik, és láthatjuk is a piktogramok alapján, hogy a hőmérséklet csúcsértéke már a 23 fokot is elérheti majd, és látszik az is, hogy egyre kevesebb felhő lesz majd felettünk. Ez a tendencia aztán a hét második felében tovább folytatódik, mint ahogy láthatjuk,
láthatjuk is a valószínűségi előrejelzésen, hogy egyre inkább erősödik a nappali felmelegedés mértéke. Aztán a jövő héten majd ismét egy hullámzó frontrendszer éri el hazánkat, ennek kapcsán látható itt már a csapadéknak a megnövekedett valószínűsége, de ebben még azért az is jól látszódik, hogy bizonytalanság is van. Én ezzel szeretném megköszönni most a figyelmeteket, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, és keressetek minket elérhetőségeinken. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!